Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora és mestere, spiritista, metafizikus vagyok. Mit tudom, micsoda, az ezotériában szinte minden, csontkovács vagyok, és nyilván ezeknek a tanára is vagyok, meg parapszichológus is vagyok. 20 éve vagyok a szakmában, meg csontkovács is vagyok. A csontkovácsra kapcsolatban elmondok egy érdekes dolgot. Ugye minden hónapban van egy csontkovács iskolám, és 20 éve csinálom. Hogy őszinte legyek, akkor a tapasztalatom és gyakorlatom van benne, hogyha becsukott szemmel kézen állva is meg tudom csinálni mindenkinek a csontkovácsolást. És egyik kedves hölgy, aki kezelésem volt nálam, mit tudom, pár héttel ezelőtt, azt mondja, hogy Szolnokról elment, elvitték Sopronba egy csontkovácshoz, egy vakemberhez. Azért ma vakember azt hiszik, hogy jobban tud csontkovácsolni, mint én, aki Budapesten vagyok 100 kilométerre, meg mentek 400 kilométert. És persze logóra jött el a hölgy, mert nagyon nagy fájdalmat okozott neki. Ugye meg 20 éves tapasztalattal, és megmondom őszintén, hogy ha van is fájdalom, akkor csinálom, nagyon minimális fájdalom az, hiszen ekkora tapasztalattal kevés ember rendelkezik, mint én ezen a téren. De minden ezotéria téren nagyon nagy tapasztalatom van, mindenféle kezelés téren nagy tapasztalatom van, és ugye tudjuk jól, amit én csinálok, azt mások nem ismerik azokat, csak én ismerem. És ugye mindig arra törekszem, hogy az okot szüntessük meg. És 20 év után sikerült az, hogy engem rávettek arra, hogy egy bizonyos terméket, az ősek kapszulát próbáljam népszerűsíteni, és karoljam fel, nyilván a nevét nem mondom, a terméknek, mert ez egy 21. század csodája, mert eddig nem csinál, semmit nem volt a majlandó. És mondta egy ismerősöm, vagy barátom, hogy a fiának komoly problémái vannak, ilyen olyan jellegű betegség, ami agyi eredetű, és szedte ezt a kapszulát, és elég rövidön belül sokkal jobban lett. Erre mondtam az illetőnek, hogy ide figyelj, hát akkor vennék én ebből, és kipróbálom, hogy mire jó a testünkben. És ugye most már 5. hónapja szedem ezt a terméket, és csodák történtek velem, de nem csak velem, hanem nagyon sok emberrel, aki már ilyen szempontból kapcsolatban vagyok velük, nagyon sok emberrel. Ezzel egyébként, amiről beszélni fogok, jelentős pénzt is lehet keresni, ha valaki akarja, sőt, segíthetek, és ha valaki vidéken valamit szeretne felépíteni, akár elmegyek, előadásokat tartok, hogy nekik jó legyen, vagy ugye, aki telefonon jelentkezik, ugye utánvétellel is elküldhetjük, hogy bejönnek hozzánk, minden lehetséges, csak az bosszant az egészben legjobban, hogy én népszerűsítem ezt, saját magamon mindenféle megoldást kipróbálok, és van ugye, hogy máshol veszik meg, és alig értenek hozzá, és ugye még komoly fájdalmaik vannak, mert nagyon erős a termék, nagyon, ezért fájdalmat is tud okozni, nem is kicsikét. Ezért nagyon tudományosan kell szedni. Ami az interneten le van különböző helyeken írva, hogy hogy kell szedni, ezt tessék elfelejteni. Az, hogy nem jó. Az egész arra van, hogy minél nagyobb üzlet legyen, és minél hamarabb elfogjon a termék. Azért csinálták, nem jó. Én kipróbáltam magamon, hogy 3-at szedtem, 4-et szedtem, hatalmas fájdalmaim voltak kizületi, sőt, 2-nél is nagy fájdalmaim voltak, és kísérleteztem, mi van, hogyha leállok, mi van, hogyha újra kezdem, mivel ennyit szedek, egyet, mi van, hogyha annyit szedek, és akkor végül kialakult egy nagyon jó szituáció, ami rendkívül jól működik, és nagyon nagy segítséget tud nyújtani mindenkinek a testébe, nyilván az én testembe is. Nyilván ezt nem árulom el, csak azoknak, akik ugye, akikkel kapcsolatba kerülök, vagy ilyen, vagy olyan téren, vagy hogy valaki a rendszerbe be akar lépni, ha valaki igen, akkor abban segítek azoknak,
Ha meg nem, az se probléma, mert utánvétellel hozzá lehet jutni, csak egy telefon az egész. Nagyon értek hozzá, higgyék el, talán én értek hozzá legjobban, és ezért fáj nekem, hogy én népszerűsítem, én értek hozzá legjobban, és mégis van, hogy nem tőlem veszik meg, és akkor utána panaszkodnak, hogy hát nem működik, fájdalmaim vannak, minden. Ugye úgy lett felépítve, aki nálunk ugye vásárol, hogy 2-3 hetenként felhívjuk telefonon, mindenkinek egy kartonja van, és megkérdezzük, hogy hogy van. És akkor elmondja, hogy ez javult, az javult, amaz javult, ha meg nem, akkor mondom, hogy hogy kéne szedni, így kéne szedni, de 95%-ban azt szokták mondani, hogy javul az állapot, néhány százalékban nem, akkor lehet, hogy változtatni kell a szedési módszerén, ahhoz megmondom, hogy nagyon értek, mert minden lehetőséget kipróbáltam magamon. És megveszik másoktól, és nem jól mondják, hogy hogy kell szedni, rosszul mondják, ezért komoly problémák is lehetnek, fájdalmak is minden a testben. Ugye az ősejt kapszuláról van szó, ami 21. század egyik legnagyobb csodája, mert ugye mi az az ősejt, ugye mindjárt beszélek, ki találta fel, hogy találta fel, mi az elmélete neki. Először és legelőször egy kanadai ember foglalkozott vele, Davidsonnak hívták, ő tette ebben kapcsolatban a felfedezést fel is, és ő ismerte fel először azt, hogy a pipi tojás, a metterenke pipi tojás 9. napján hatalmas mennyiségű növekedési faktor tartalmaz. Miért van szükség a növekedési faktorra? 20 éves korunkig a testünkben van növekedési faktor, mert az édesanyánk méhlepénye által a testünkbe kerül növekedési faktor. Amíg növekedési faktor van a testünkben, addig minden rendben van. A testünkben vannak őssejtek. Ugye az őssejtek azok olyan sejtek, hogy a testünk egyéb létező sejtjeit regenerálják, ha kell, kicserélik a sejteket vadonatúj garanciálisra. És ugye az a probléma, hogy 20 éves korunkig van növekedési faktor a testünkbe, és 5 év alatt az történik 20-25 évig, hogy a növekedési faktor hiányába az őssejtek elmennek alvóba. Mivel alszanak az őssejtjeink, ezért az őssejtek nem tudják a feladatukat ellátni, és a testünk egyéb sejtjei elkezdenek romlani, egyre rosszabbak és rosszabbak lesznek, és végül ott tartunk, hogy 60-65 éves embernek sejtjének a fele alszik, nem működik. És ezek az emberek ugye hiába szedik a mindenféle vitaminokat, mert azért hiába, mert csak a testünk felét tudja ellátni azzal, ami kell, ami alszik, az nem. Szóval majdnem, hogy fölösleges szedni minden butaságot, azért, mert csak a testünk felét tudja segíteni, a másik felét nem. Ahhoz, hogy mind a két felét, ahhoz szükségünk van ugye az őssejt kapszulára. Ugye az őssejt kapszulának ugye azáltal, hogy felébresztjük, önműködően elkezd dolgozni. De mi van még itt? Egyébként ez a végső eredményt egy norvég kutató találta fel, Eskelandnak hívták, és Amerikába gyártják, amiről beszélek. Nem az a magyar gyógynövény téma, hát az ehhez képest semmi, megmondom őszintén. És elképesztő, hogy mit művel, mert ugye van még két fehérje, növényi meg ugye karthal, és 22 féle aminósav. Az aminósavak a sejteknek a legalapvető részei. Ha nincsen aminosav, akkor a sejtek nem működnek. Akik nagyon járnak súlyzózni, sokan azoknak viszont fehérjére és aminosavakra szükségük van. Nyilván ebből kifolyólag lehet, hogy az erőnlétet is rendkívül mértékben segíti ez a termék. Mit csinál ez a termék? Azt csinálja, hogy ezek a növekedési faktorok, amit a tojásban nyernek, ugye a 9. napon, mert akkor sok ezerszer erősebb, mint bármelyik nap előtte vagy utána, és ezzel a aminosavakkal és ugye a fehérjékkel ugye közösen
oda mennek az alvó őssejtekhez, az alvó őssejteket felébresztik. És ahogy felébresztették az alvó őssejteket, az őssejtek elkezdik a egyéb sejteket, amik elmentek alvóba, fölébreszteni. Szóval felébresztik az őssejteket, és a felébredt őssejtek automatikusan azt a munkát kezdik végezni, amikor 18-19 éves volt valaki, ugye, és a többi sejtet szépen fölpofozzák, csak viccesen mondva, kicserélik vadonatúj garanciális sejtekre. Nyilván ehhez idő kell, nyilvánvaló, de ezzel fiatalodunk is, mert egyre több és több sejtünk kezd működni a testünkben. És minél több sejtünk működik, akkor megyünk visszafelé a 18-20 éves korunk fölé, ahogy egyre több sejt és sejt működik a testünkben. Ugye nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mennyi a kortizol szint a testünkben, mert ha nagyon sok a mellékvese kortizol szintje, akkor hamar öregedünk. Ugye, és ahogy arról beszélünk, ugye, hogy öregedésgátló ez a termék, amiről beszélek, és a kortizol szintet nagyon-nagyon normális szintre tudja hozni. 12 napi szedés után 23%-kal csökkenti a kortizol szintet, ez az idegrendszerre rendkívül pozitív hatása van. Én azt tudom mondani, hogy amit elmondok még sok minden dolgot róla, de hogy ami velem történt, az nem semmi egyébként. Mind segíthet a bőrállapottal. Látják, hogy 10 kilót fogytam, és nem ráncosodtam. Ettől a terméktől 10 kilót fogytam. Teljesen arrébb kell, másik nadrágokat kellett vennem. Ugye, én szoktam a piacon vásárolni, a Gyömrői piacon, a Maglódon lakom, ott ismerem a farmerost, de nem farmert, ilyen színes nadrágaim vannak, és vettem rögtön 3 darabot, mert annyira nagy lett a többi farmerom, 10 kiló fogyás jött létre ettől. Elősegíti a pihentető alvást, mérsékeli a stresszt, kollagént épít a bőre. Ez azt jelenti, hogy a bőrünk állapotát sokkal jobbá teszi, simábbá teszi a bőrt, mint egyébként van. Ha most én nem az ősejt kapszulát szedném, hogy tele lennék ránccal, mert 10 kilót fogytam, és nem látszik rajtam semmilyen ránc. Nagyon nagy fizikai erőt ad, javítja az állóképességet, növeli az energiát, amiről beszéltem. Legtöbben, akik mindig hívogatjuk fel az embereket, hogy hogy vannak, mindenkik azt mondják, eddig, mit tudom, 2 órát tudtam dolgozni, most 16 órát, akkor erővel rendelkezem. Hát most, ha valaki sportoló, az edzés utáni regeneráció gyorsítja, javítja az izomtónust, hogy azt jelenti, hogy erősebbek tudunk lenni, és nagyon-nagyon fontos, hogy növeli a libidót, a szexuális vágyat. Az a baj, hogy az emberek beletörődnek abba, 55-60 éves emberek, hogy nem megy a dolog, és akkor nem is csinálják. Én meg szerintem nagyon nagy butaság, ezt akár meddig lehet a szexel foglalkozni. Nem olyan értelemben, hogy mindjárt örömet szerez az ember saját magának és a partnerének is. Nyilván nagyon fontos dolog, ha én boldogabb ember akarok lenni, akkor fontos, hogy egészséges legyek, ne legyenek fájdalmaim. Nyilván ez a szexuális élet is fontos hozzá, és jó anyagi helyzetem legyen. Egyébként, aki ezzel foglalkozik esetleg, segítek nekik, ha valaki ezzel foglalkozik, az igenis tud javítani jelentős mértékben az anyagi helyzetén. Stressz, feszültség, mentesség fenntartja az egészséges kortizol szintet, amiről beszéltem, szabályozza a szerotonin szintet. A szerotonin az a boldogsághormon. Csökkenti a feszültséget, az idegességet, nyilván ha valaki depressziós, akkor előbb-utóbb a gyógyszer szedelhatja a gyógyszert, és támogatja az érzelmi egyensúlyt. Mentális érzelmi támogatás. Serkenti a természetes DHE termelés. Most a DHE az vagy a férfi, vagy a női hormon. Az is 25 éves korunktól évente 4%-ot csökken a DHE mennyisége. Azt mondta, hogy 65-70 éves ember testében már igen kevés van. Ha nem keres a megoldást, hogy legyen a testébe. Ez a DHA nem csak arra van, hogy
hogy a szexualitás dologra, akinek a testében bőven van DH-ja, a sokkal fiatalabb, mint egyébként. Csináltak a patkányokkal kísérletet, hogy testükbe adtak DH-t, és ha adtak neki DH-t a testükbe, 50%-a tovább éltek. Nyilván ez az emberre is igaz. Szóval ez növeli a DH termelést a testünkbe, ezért érdemes még omegát is hozzávenni, mert abban is van DH-ja egyébként. Csökkenti a feszült, támogatja a lelki egyensúlyt, ami a testünkben van. Ha DHA hiány van a testünkben, akkor elhízunk, cukorbetegek leszünk, szív- és érrendszeri betegségek leszünk, a bőrünk csúnya lesz, és egy csomó problémát okoz, ha hiányzik a DHA, és ahhoz, hogy úgy tudunk hozzájutni, hogy nyilván ezt az őserkapszulát szedjük, meg az omega-369-et. Mentális és érzelmi támogatást is ad, ugye a DHA termelés, elősegíti az agyműködés aktivitását, javítja a koncentrációt, javítja az általános értelemben vett jólétet. Szóval egyszerűen egy csodáról beszélünk, ez a 21. század eddig csodája. Ha az ember boldog ember akar lenni, akkor mi kell hozzá? Először is kell hozzá egészség, ugye? Mindig előrébb teszünk, na, még veszek ezt, na, még veszek azt, nem az egészségemet törődök. Tudunk boldogok lenni, ha nincs egészségünk? Nem. Ha nincs egészségünk, akkor szenvedünk, kínlódunk, fájdalmaink vannak. Egyébként nálam legelőször az izületi fájdalmaimra hatott, az érrendszeremre hatott, tisztel annyit tudott gyalogolni, mint korábban, a viszereimre, meg egyéb. Tehát hatott, és nem beszélve a fizikális állapotra rendkívül jó hatással van a testben. És az, hogy korábban, mit tudom, egy órát tudtam gyalogolni, most már annyit tudok gyalogolni, mint akarok, az nem mindegy egyáltalán a testünkben. Szóval a lényeg az történik, hogy ahogy egyre több sejtünk kezd működni, egyre, hát majdnem azt mondom, hogy akár fiatalodunk is. Igen, csak hosszabb időn keresztül kell vele foglalkozni. Nálam először a térfájdalmaim mondtak el, a rettentően fájt a csípőm, a gerincem, minden. És sajnos a napokban megint volt ilyen problémám, ugye nyaraltam, ugye azért volt kétszer ismétlés, el voltam, és ahol nyaraltam, képzeljék el, ilyen ágy volt. Harmadik napra úgy fájt a derekam éjszaka, hogy jaj, csaj, pedig mostanában, mióta szedem ezt, egyáltalán nincs gerincfájdalmam. Mióta hazajöttem, rákerültem az egyenes ágyra, minden rendben lett, egyébként azonnal, de rengeteget szenvedtem a gerincemmel korábban, nem tudtam egy cipőt normálisan felhúzni, úgy hajolok le, hogy akarok, úgy nyújtózkodok, hogy akarok, mindent úgy csinálok, mert az ízületeim annyira klasszak lettek ettől a terméktől, de még sokkal nagyobb csodákat csinál, még fogok egy-két dolgot mondani. De ha boldog ember akarok lenni, akkor pedig meg kell tennünk mindent magunkért, hiszen lehet tenni magunkért. Mert ha tele vagyok fájdalommal és betegséggel, nem tudok segíteni a gyerekemnek, nem tudok segíteni az unokámnak, mert idő előtt meghalunk. Ugye, mivel fiatalodnak a sejtek, igen nagy esély van arra, hogy tovább élünk, mint idáig, lényegesen tovább élünk, mint idáig. És ugye nem az van, hogy csak a fele sejtünk működik, mert szép lassan elkezd minden sejtünk. Ugye, és a bátyám is 600 millió kiegészítőt szed, és most durálta neki magát, most látta be, hogy milyen butaságot csinált, hogy eddig ezt az őserkapszulát nem szedte, mert akkor a csodákat csinál a testünkben. Mindent helyrehoz. És az emberek hajlamosak nem törődni vele. Hogyan? Miért számít nekem? És ugye szerintem sehol nincs olyan, hogy úgy törődjenek az emberekkel, mint nálunk, hogy 2-3 hetenként felhívjuk az embereket. Most lehet, hogy van egy kis csúszás a szabadságolásból kifolyólag, de attól még igyekszünk ezt a helyzetet normálisra létrehozni, és ugye mondtam, hogy ezzel lehet pénzt is keresni, ha valaki akar bárhol, elmegyek szívesen bárhova segíteni, valaki valamit fel akar építeni, előadásokat tartani, de lehet azt is, hogy valaki utánvétele megkapja a terméket, mindenféle lehetőség megvan rá. Most elmondok egy csodát, kapaszkodjanak meg. Magamat tudom csak mondani, hogy amit én
kipróbálok magamon, azért tudok hitelesen beszélni, mert én nem érdekel engem, mit mond más, engem az érdekel, amit én magam érzek magamon. És én azért mindig azt szeretem, hogy aki ehhez hozzájut, az beszéljen mással is, mert csak jót tudunk másokon tenni. Képzeljék el, ugye 5. hónapja szedem, és nem régen ugye észrevettem, hogy elkezd csökkenni a vérnyomásom. Elkezdtem fél gyógyszert bevenni, abból, amit idáig szedtem, és csak nézem, hogy 120 a vérnyomásom, 124, meg 115. Nem mondom, az Isten fáját, a 115, akkor elhagyom a gyógyszert. Képzeljék el, most kapaszkodjanak meg, ilyen nincs a világon, ezt komolyan mondom, máshol sehol. 40 év után elhagytam a vérnyomás gyógyszert. 40 év után. Maguk nem tudják sokan, hogy mekkora dolog ez. Mindjárt felolvasok pár dolgot, hogy mekkora katasztrofális mellékhatása van a vérnyomás gyógyszernek, és mennyi a testünkben, és mekkora, ami le van írva, ugye, a listában mindjárt itt a kis gyógyszeres doboz elhoztam, gyógyszert kiveszem belőle, és fel fogom maguknak olvasni. A cukorszintem 4-et csökkent, 4-5 hónap alatt, de 4-et, nyilvánvalóan még tovább szedem, még tovább fog csökkenni, és 10 kilót fogytam. Azt láthatják a saját szemükkel, hogy az ingem sokkal bővebb, meg egy csomó dolog más rajtam. Most, amiről beszélek maguknak, az egy világszenzáció. Ez az amerikai termékről beszélek, nem a másikról, ami gyógynövényes. Világszenzáció. Nagyon értek hozzá, és higgyék el, nagyon nem mindegy, hogy hogy szedjük. Nagyon, mert minden annyira erős, hogy nem mindegy, hogy hogy szedjük. Nem mindegy. Elolvasom szépen maguknak, hogy mi a mellékhatása a vérnyomás gyógyszernek, és én azt tudom mondani önöknek, hogy nem szabad türelmetlennek lenni, mert az butaság. Itt mindjárt különböző dolgok annak, hogy mi van előtte, utána, mi van, hogyha az anyósom szedi. Képzeljék el, hogy a lehetséges mellékhatások megvan. Ma jöttem az a Balatonról reggel, és a kedves anyósom is ott volt. 1 óra 40 perc volt, hogy remélem, hazaértem, és az idő alatt meg se tudtam szólalni, meg a párom se, az anyósom végigbeszélt, a kedves anyósom, mert szó se jutottunk, végigmondta egyem a szívét a dolgokat. Ugye hát tudjuk, hogy nagyon sok mellékhatása van a gyógyszereknek, de talán a vérnyomás és a cukorgyógyszernek van a leggyakoribb. Akkor mindjárt megnézem, mert át kell néznem. Allergiás reakciót csinálhat, légszomjat csinálhat, zihálást csinálhat, szokatlanul gyors vagy szabálytalan szívverést csinálhat. Szokatlanul gyors vagy szabálytalan szívverést, figyelj. Súlyos, kiterjedt, hólyagos bőrkiütést csinálhat a testünkben. Nyelv, arc, torok duzzanatot csinálhat a testünkben. Gyakori fejfájás, minden 10. ember. Gyakori fejfájás, látászavarok, hallgassanak rám, szédülés, gyengeségérzés, fülcsengés. Hány embernek cseng a füle? Minden harmadiknak. És elmennek orvoshoz, mindent végig csináltatnak velük, mindenféle műszeres vizsgálatot, és semmit nem találnak. El kell szedni, 4-5-6 hónap múlva elmúlik a magas vérnyomás. Nagyon zavaró a fülcsengés, nagyon zavaró. Forgó jellegű érzés. Légszom, köhögés. Képzeljék el, én rengeteget köhögtem az életembe, és a gyógyszerek nem használtak. Annyit köhögtem. A gyerekeim már 500 méterről a köhögök tudták, hogy jön az apjuk, mert megismerik a,
megismerték a kőgést, és ugyanígy voltam én is az apukámmal. Képzeljék el. Már jött, mit tudom, honnan az utca másik végében, és ő tudtam, hogy jön apám. Mert megismertem. És mitől? A vérnyomás gyógyszertől gondolták volna? Ugye rettentő sok kőgés, a vérnyomás gyógyszertől van. Hány inger, hányás, hasi fájdalom, ízérzési zavarok, emésztési zavarok, hasmenés, székrekedés. Hát minden harmadik ember, aki hozzám jön, vagy hasmenéssel, vagy székrekedéssel jön hozzám. Mit kell csinálni? Ne legyen magas vérnyomás, nekem vérnyomás gyógyszert szedni. Izomgörcsök. Hát hány ember, nekem is hányszor. Most képzeljük, el voltam nyaralni, akkor már ide kevesebbet szedtem belőle, azt hiszem feletnek utána nem, de még valami hatás volt, olyan görcsöm volt, hogy nem igaz. Allergiás, bőrkiütés, viszketés, fáradtságérzés, hangulatingadozás, ödémák, alvászavarok, hány embernek van alvászavara? Ezeket mind a vérnyomás gyógyszert csinálja. Azt mondja, tűzszúrásszerű érzés, csalánkiütés, hány embernek van? Vese problémák, könyörgöm. Hány embernek van vese problémája? Nagyon sok embernek. Verejtékedés, hány ember van? Ömlik a víz róluk. Volt olyan ember, jött a kezel rendelőbe, hogy ilyen bőrajzé, hogy tócsa volt a helyén. Verejték. Impotencia, nagyon figyeljenek. Inkább a férfiakra vonatkozik ez, de a nőkre is, mert nem kell nekik, ugye, olyan formában a nőkre is, egyáltalán nem kívánják. És a férfiak ugye, meg ugye szegényeknek nem működik a dolog, ugye, és nem tudják mitől. Ettől, a vérnyomás gyógyszertől nem működik. És így az a baj, hogy férfi impotens, az rettentő hatása van a lelki világára negatívan. Az idegrendszerére. Mert szeretné szerintén, nem működik, és teljesen stresszes és negatív ember lehet belőle. Akkor folytatom tovább. Zavartság, ordugulást. Képzeljék el, én mindenféle orrcseppet ismerek már. Nem egyszer volt olyan, hogy orvoshoz kellett mennem, mert teljesen bedugult az orrnyálkártyám. Nem akarom elkiabálni, de mintha csökkenne. A kőgés az teljesen megszűnt, mióta nem szedem egyébként. Teljesen megszűnt. Mintha kevesebbet kell már orrcseppezni magamat, nappal egyáltalán nem kell orrcseppezni magamat, mióta nem szedem a ezért. Cukorbetegséget csinál. Hallják, mit mondtam? Cukorbetegséget csinál. Tüdőgyulás és azt csinált, szív- és érrendszeri problémák. Szabálytalan szívverés, angina, szívroham. Kapaszkodjanak meg, hallottak már ilyet, hogy vérnyomás gyógyszertől szív- és érrendszeri. És a lakosság 54%-a Magyarországon szív- és érrendszeri problémákban hal meg. Mi akarnak halni? Tudják, mi a dolguk. Súlyos bőr problémák, akkor vérképzési rendellenességek, akkor szájüreg problémák, légszom, hasnyálmirigy gyulladás, májgyulladás. Szóval nagyon-nagyon szívritmus problémáit, májelégtelenséget, hepatitis, szóval egyszer nem tudják elképzelni, hogy mennyi bajt csinál, és nekem lekopogom mindenhol, ahol csak tudom, 40 év után. Igaz, hogy 5 hónapba tellett bele. Igaz. Mert addig csinálta az egyéb problémáknak. Mert ugye először ott kezd segíteni, ahol legjobban kell az ember testében. Nézést kérek, csak csiklandos volt nekem. Elrakom ezt a kis ütéskét vissza a gyógyszeres dobozba. Fogok még én erről beszélni. Én az is jó Istennek hálás vagyok, hogy ezzel összehozott engem, mert én nekem is a cukromat egyébként a vérnyomás gyógyszer hozta ki, és ugye mondtam önöknek, hogy 4-et csökkent, és 10 kilót fogytam, elmúltak az izületi fájdalmaim,
a víztér problémáim majdnem teljesen elmúlottak a víztér, rendkívül jól alszom, nyugodt vagyok, az asszony csak ritkán verem meg, szóval hülyéskedek persze, nagyon, de érdemes vele foglalkozni, érdemes úgy is foglalkozni vele, hogy mivel újdonságról van szó, hogy akár valaki pénzt akarjon keresni vele, ha ilyen van, akkor segítek, de nem csak ilyen szempontból, hogy simán, ha valaki szedi, ugye bárhogy eljutatjuk hozzá, postán, vagy bárhogy, vagy személyesen. Egy csodáról van szó. Aki megteheti, anyagilag közepes bérrendszerű rendelkező ember meg tudja ezt szerezni magának, aki megteheti, az tegye meg. Meg kell tenni. Hát ennyit akartam erről beszélni, ugye mondtam, hogy most nyaralni voltam. Képzeljék, ahol voltam, 40 fokos meleg volt. Nagyon szép helyeken voltam, nem mondom. De nem volt szerencsém. Hát egy hangyányi szobában voltunk, és mondtam, az ágy ilyen volt. A harmadik naptól úgy becsipődött a gerincem, hogy a legerősebb fájdalomcsillapítóval tudtam csak aludni. Első nap begörcsölt mind a két bokám. Nem jött ki, képzeljék el. Masszíroztam minden, egész éjszaka, hogy gyanáztam leföl, legyen vérkeringés abba a 3 méteres szobába. Az asszony aludt, horkolt. Második nap vesekövet szültem. Akkor se aludtam. Hát nem tudom, hogy kinek volt már ilyen vesekő szülés, de az egy borzalmas dolog. És a harmadik naptól megjöttek ezek a fájdalmak, ugye? És ahogy hazajöttem, az a gerinc fájdalmamat elvágták, mert ugye én egyenes ágyon alszom otthon normálisan, de nagyon szép helyen voltam, sok szép helyet láttam, úgyhogy, és ugye ilyenkor az van, hogy ismétlés van, és ugye most is csak nem akartam előre elmondani önöknek, hogy elmegyek, nehogy elkeseredjenek, hogy nem leszek itt. Hülyéskedek, na mindegy, szóval végül is nagy általánosságban jó volt, nem bántam, mert csak nekem volt szerencsém, de nem érdekes, alig vártam, hogy hazajöjjek, megmondom őszintén. Mindenhol jó, de legjobb itthon, ezt tudjuk jól. Szóval erről gyakran beszélek ezekről a dolgokról, amiről beszéltem, és ugye mondtam önöknek azt bosszant, hogy én értek hozzá legjobban, én tudom, hogy hogy kell szedni, és ha fennforgás van, akkor megint tudom, hogy mit kell csinálni. Ugye engem bármikor fel lehet írni, mi is felhívjuk az embereket, és én népszerűsítem, és van, hogy mástól veszik meg. És hát úgy érzem, nem fair dolog, amikor egy telefonkérdés az egész, hogy mástól veszik meg. Én beszélek róla, én felvilágosítom az embereket, ugye, és akkor elmegy a Pistához vagy a Marcsihoz, és megveszi attól, amikor én magyarázom el az elméletét, hogy lehet szedni, hogy mit csinál az ember testében mindent, és nem korrekt dolog ilyenkor másoktól ezt megvenni, emberileg véleményem szerint, amikor mindenkit én világosítok fel róla. Beszélhetnék másról is, nem volna muszáj erről, én emberileg nem tartom valami szép dolognak. Olyan szinten látják, hogy még nem voltam reste elmondani azt is, hogy kivegyem a gyógyszerdobozból, felolvasom önöknek, hogy milyen mellékhatása van a vérnyomás gyógyszernek. Ugye mit szív- és érrendszeri problémát csinál, és a lakosság 54%-a abba hal meg. Ez olyan, mint a kemoterápia, hogy csinálják az emberekkel a kemoterápiát, és tudják, hogy attól fog meghalni, mégis csinálják. Én hozzám nagyon sok ember jár, és amikor benne vagyok egy rendszerbe, az amerikai cégnek a rendszerében, és mindig ott van egy-két orvos. És mindig ott az egekben magasztalják az orvosokat. Hogy mondja ő el? És olyan egyik orvos azt mondta ott a gyűlésen, ugye mondtam, hogy okozhat fájdalmat, csak én kísérleteztem, hogy nem. Azt mondta az orvos, hogy meg lehet szokni. Hú, mondom magamban. Ez aztán a nagy tudomány. És azért vagyok mérges, nem tudják maguk, hogy hány száz ember életét mentettem már meg, aki orvosok által meghalt volna.
hány száz ember életét mentettem meg. Volt olyan, hogy csecsemő, aki újszülött volt. Csecsemő, nem is voltam otthon. Mindig SMS-en küldték, hogy mi a bajom, mert nyaraltam pont. És volt egy nagy fénykép nálam a gyerekről. Képzeljék el, 6 hónapra született, eresztett a tüdeje, eresztett a bélrendszere. Az orvosok azt mondták a szülőnek, hogy meg fog halni napokon belül, vagy órákon belül. És én folyamatosan minden nap kezeltem a gyereket, és megmentettem az életét a gyereknek. Ismerem, aki azóta is, hál' Istennek többször találkoztam a kisgyerekkel, a szüleit is nagyon jól ismerem. És mit kell magasztalni őket? Persze nagyon jó dolog az orvos, és én is persze orvospárti vagyok, nem orvosellenes vagyok, de tényleg így van, hogy, és persze az a bosszantó ebben, hogy agyvérzéses embertől kezdve klinikai halálból visszahoztam embereket, mindent, és soha nem köszönik meg, soha. Olyan is volt, hogy le akarták vágni a lábát, egy hölgy volt nálam, és mondta, hogy a férjének már itt akarják majd levágni már combtőből, de akkor is meg fog halni, mert jön föl a kórházi fertőzés rajta. A hölgy csontkovácsolásra jött, de hozta a fényképét a férjének, és én megkezeltem a férjét, és nem is tudtam, mi van, mert egy szót nem szólt, el sem jött hozzám. És egy év múlva jött, és mondta, hogy köszönöm, hálás vagyok magának, hogy a férjemet meggyógyította. El sem mondta, hogy a férje egészséges lett, nem kellett levágni a lábát. Érszökületes embereknek sorra meg tudom menteni a lábát napokon belül. Ja, a köszönet nem szokott lenni. Nem szokott lenni. Most nem arról van szó, hogy most itt földön kúszni kell, nem erről van szó egyáltalán. De a köszönet az nem árt. Na, erre iszunk. Prostata, minden jót. Kollega urat megkérem, hogy műsor telefonját és a másikat a honlap címet legyen kedves kirakni, meg a telefon. A legvégén a telefonszámunkat egyébként a felek annak minket hívni, a műsor legvégén találják meg, a reklám rovatba találják meg, ha valaki telefonálni akar. Na, várom a telefonokat, a kedves kollega úr nyilván kiratta, van is lámpám nekem, tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok, parancsoljam. Na, Tihanyi úr, bár mióta várom magát? Én itt vagyok, kedves uram. Kivel beszélek, kedves uram? Volt Ferencén, a Tihanyival szeretnék. A Tihanyi az itt van, de nem Tihanyból, hanem Maglódról, tudja? Tudom, tudom. Hát már mióta várom, hogy tudjak vele beszélni. A maglódiak nem becsülnek meg engem, azt tudja egyáltalán. Minden, ki nem becsüli meg? Minden évben van egészségnap. Egy kivételével soha nem hívtak meg engem, hogy ingyenes előadást tarthassak, tudja? Nem, a maglódiak nem becsülnek, szégyelnek. Pedig inkább szerintem nem úgy kéne, fordítva kéne legyen. Agyújjak be! Na, hallgatom, kedves uram! Én nem úr vagyok, hanem hölgy! Tihanyi úr, maga ismer, igen, mert jártam is oda. Hát szerintem is ismerem magát, igen. Na hát akkor rendeltem is azt, amit hirdet, és már mióta akarok önnel beszélni. Na mondja! Ide figyeljen! A derekam leszakad, kérszűkületem, alig tudok menni, hogy azt szeretném, hogy megnézni, hogy mi történt velem. Na jó, megnézem, de hát nyilván hol lakik, merre? Erdőkerülő út. Újpalotán. Hát tudja, mit kell csinálni. Föl kell emelni a rottyantóját, felszáll a mit tudom én hányos buszra, és majdnem ott teszi le magát, tudja. Előttem. Jaj, de úgy tovább ilyen vicces, mi? Ezt most nem viccből mondtam. Nem viccből? Ezt most nem. Na, megnézem a vérkeringését, jó? A lábujjakban 10-20, 30%-os a lábujjakban, 40%-os a vérkeringés. Igen. A fejében 10-20-30-40%. Akkor mennyi stressz van a testében? 10-15-20 ezer stressz, az nagyon sok. És az immunrendszere. Mikor járt nálam, mennyi ideje? Ide figyelj, Tihanyi úr, körülbelül 5 éve, én előbb már nem voltam utána. Hát azóta a kezelésnek köze nincs hozzá az akkorihoz. Akkor állandóan jártam. Ne, a kezelés már nem, semmi köze nincs az akkorihoz, tudja? Azt tudom, teljesen ez. Más a módszer.
az immunrendszere 5-10%-on van. Most béka rottyant alatt van a kedves úr, most annyit meg tudok tenni, hogy... A hölgy. Milyen hölgy? Hát én az vagyok. Hölgy? Hát én a Holzni vagyok. Igen, mert férfias hangja van, az azért. Hát férfias hangom, akkor vegye le. Hát avval nem én foglalkozom. Azzal nem én foglalkozom. Na, akkor, akkor figyelje magát akkor, jó? Figyelek, kérdésem. Na, csukja abba a szemét. Becsuktam a szemem. És maradjon így, meg se mozduljon. Na, indul a limbointó, na csinálom. Na, megtörtént a kezelés. És mit tett észre? Azt veszem észre magának, hogy óriási lett a vérkeringése. Igen. A lábujjaknál most 120-140%-os a vérkeringés. A fejében 90-100-110-120-130, az immunrendszere pedig 100-150-200%-os lett. És sokkal nyugodtabb lett most, sokkal nyugodtabb. És a gerincemet valamikor... Hát az csak fizikálisan lehet, azt tudja a gerincét. Aha. Csontkovácsolással tudja. El fogok menni, hát én jártam oda, sűrűn magam. Jó van, tudom. Nagy sűrű. Jó, le kell rakjuk, hogy még egy ember be tudjon telefonálni, jó? Ne haragudjon. Hát éppen azért akarom, azt is akarom. Jó. Jó van, köszönöm szépen, hogy hívott, minden jót kívánok. Viszlát. Minden jót kívánok. Várok még legalább egy telefont, hogy tudjunk beszélgetni, vagy esetleg segíteni tudjak. Szóval, akit érdekel, amiről beszéltem, a telefonszám a műsor végén majd megtalálható. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Köszönöm. Itt tetszik lenni, Tihanyi Tamás vagyok, parancsolni. Jó estét kívánok, Tamás. Marika vagyok. Honnan, Marika? Borsodból hívom, Tamás.
Honnan? Borsodból. Kazincbarcik a közel. Jó, tudom, tudom, tudom. Hogy van, drága hölgyem? Hát nem a legjobban. Azért szeretnék kérni egy kis, vagyis egy állapotfelmérést, mert eléggé fáradékony vagyok, meg nem valami jól érzem magam mostanában. Mikor láttam utoljára magát? Hú, őszinte leszek, elég régen. Na, akkor legyen őszinte. Őszinte vagyok, azért mondom, hogy elég régen. Szellem. Átok, majd leveszem őket a kezeléssel együtt. Akkor az immunrendszere 10%-os szinten van. Stressz 5000, 10000, 15000, 20000 egységnyi, az nagyon sok van. Központi idegrendszer 10-20, fáradt, igaz? Nagyon fáradt vagyok. Na, én látom. Látom, békarottyant alatt vagyunk. Akkor megnézem, mennyi vér megy a fejecskéjébe. 10-20-30%, hát tényleg. Megnézem a koszorú ereket, jó? Jó, 10-20, hát, nagyon gyenge, az is 20%-on van. Na, akkor nem akarok beszélni, legyen időm rá, jó? Figyeljen a kis habtestére, csukja be a kis szép szemecskéjét, ölébe teszi a kezét, és indul a limbóintó, jó? Jó, köszönöm. Kérem. Na, kedves hölgyem, megvan. Nagyon szépen köszönöm. Na, mit érez? Hát éreztem végig a lábamba, a kezembe egy ilyen kis bizsergést. És most egy kicsit olyan, tehát olyan, mint a fáradtságom úgy megszűnt volna. Na, látja. Igen, tényleg. Nagyon örülök neki. Én is örülök, és örülök, hogy beszéltünk. Nagyon szépen köszönöm. Csókolom. Jó éjszakát kívánok. Csókolom, minden jót kívánok. Csókolom a kis kezét. Több beteget ugye nem tudunk fogadni, ugye, mert 3 percünk maradt, ugye. Ugye mondtam, hogyha valakit, amiről beszéltem, érdekel a dolog, akkor mindjárt vége a műsornak, utána meglátja a telefonszámot, hívhat minket, és most mindjárt energiát fogok adni mindenkinek, ami nem a televízión keresztül megy, hanem minden egyéb keresztül hasonlóképpen, mint bármilyen rádió vagy egyéb sugárzás. Megy az energia,
és aki kapja, marja. Még egy 5 percig megy magukra az energia, olyan programot csináltam. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Nagyon jól éreztem magam műsorban, remélem önök is, remélem tanulságos volt, amit mondtam, főleg amit a vérnyomás gyógyszerrel kapcsolatban, éleve csinálom, hogy ne látszódjon, hogy milyen termék. Vérnyomás gyógyszerrel kapcsolatban mennyire tanulságos, hogy mennyi baj csinál a testünkbe. Hasonlóképpen, mind a kemoterápia. Próbálják megoldani, hogy ne legyen magas a vérnyomásuk másféleképpen. Köszönöm szépen, minden jót kívánok önöknek. Egy hét múlva valóban élő műsorban megint találkozunk.